teljesen véletlenül kerültem ide. Valamikor 2000 környékén jöttünk ide egy ilyen hosszú hétvégét eltölteni, és hát én aki Hajdú-Bihar megyei vagyok, Ortóbágy környéki, hát teljesen voltam bűvölve a tájtól, az egész itt az Alpok alja vidéktől, és úgy jártam, mint egy ilyen helyzetben minden normális ember, hogy belé szerelmesedik a tájba. De akkor még nem tudtam, hogy ez mivel jár. Hogy amikor néhány évvel már szándékkal később visszajöttem ide az Őrségbe, és visszák, hogy teljesen véletlenül megtaláltam ezt a házat, akkor én még nem tudtam, hogy mibe vágok bele. És nagyon erőset kellett gondolni ahhoz, hogy mit csinálok én itt, ami engem arra ösztönöz, hogy irgalmatlan energiát, pénzt, paripát, fegyvert beleöljek. És itt nagyon komoly szerepe van Kasszás Attila barátomnak, aki ugyanezzel ezzel egy időben a felvidéki Zsigárdon átadta a nagyapai örökségét a falunak egy koronáért. És ő már építette a közösségi házat, én pedig készültem itt valamire, és akkor elkezdünk olyasmikről beszélgetni, hogy mi lenne, hogyha én is valami kulturális valamit csinálnék itt, amire az előbb is utalt, és ő pedig ott, és akkor valamilyen fajta határon átívelő kulturális kapcsolatba kezdenénk. És erről mi nagyon sokat beszélgettünk. Egyeztettünk, hogy miket lehetne csinálni, mit lenne érdemes csinálni, ami közösségi kultúra, ami minket érdekel. És akkor ő elkészült a Zsigárdi házzal, a közösségi házzal, be is indult, aztán ő elment. Én pedig itt maradtam egy szellemi örökséggel. És akkor itt visszákon 2009-ben létrehoztuk, életre hívtuk a Tündérkertet. Aminek a lényege az, hogy mentjük Kárpát-medence valamennyi őshonos oltott gyümölcs hagyatékának viszáki epizódját úgy, hogy minden gyümölcsfának viszáki gyermekgondnoka van, és minden esztendőben annyi gyümölcsfát mentünk be a kertbe, ahány gyermek előző évben a faluban született. És akkor nekem azt is el kellett képzelnem, hogy ez nagy nehezen ez a kert megszületett. Nagy nehezen a Pajta Színház és Galéria megszületett. Hogy ennek hogyan lesz igazsága, illetve annak hogyan lesz folytatása. És abban feltétlenül biztos vagyok, hogy nem csak gyümölcs hagyatékot mentünk, hanem kulturális hagyatékot is mentünk közben. És akkor itt lépett be Tenk László, aki segít abban nekem, hogy a galéria része az közösséget alkosson, hiszen minden esztendőben ő mondja meg, hogy ki a következő esztendőben a kiállító. Kovács Gyula mondja meg, hogy milyen gyümölcs hagyaték az, amit nekünk be kell laknunk, és jött Csernyus Lőrinc, építész, Makovec Imre tanítványa, és nem mellékesen egy vándoriskolának a vezetője. És akkor elkezdtük a kertet tovább gondolni. Én régóta járok az Őrségbe, már egyetemista koromban is biciklitúrákat tettünk, és haranglábakat mértünk föl, de tulajdonképpen az igazi kötődés azóta van, miután 20 évvel ezelőtt körülbelül egy házat terveztem két faluval odébb innen, Felső-Marácra, és nagyon jóba lettem a tulajdonossal. És lejártunk a családdal és gyerekekkel, és egy alkalommal véletlenül egy társaságba találkoztunk Szarvas József színművésszel, és valahogy összejöttünk. És akkor a Tündérkertben született meg az a gondolat, amit mi a vándoriskolával már régóta csinálunk, és azt megelőzően a visegrádi táborban kezdtünk el Makovec Imre vezetésével. Azaz közösen építeni, létrehozni valamit, ami a helyieké lesz utána. És ez a második alkalom, hogy itt vagyok egyetemistákkal az építészkarról. A bőrű, fából készült gyalogos híd, ahogy ezt itt tegnap előtt megtanultuk, és ezáltal ezt a nevet kapja, hogy Tündérkert bőrűje. Nevezhetjük tanítványaimnak, de inkább a szerves építészet tantárgy hallgatói, ami Túri Attila építész barátom visz. Én néha egy-egy előadást tartok ennek a tantárgynak a keretében, ahol pont az ilyen régebbi táborokat mutatom be, és ezeken mindig fellelkesülnek, hogy tanár úr, nem lehetne egy ilyet valahol, és akkor mindig akad egy hely az országban, ahol ezt a tábort meg lehet csinálni, és így kerültünk Viszákra, annyival kiegészítve, hogy a fél év alatt, ez a fél éves gyakorlat,
hogy felkészüljenek erre a körülbelül 10 napos munkára. Tehát terveket kell csinálni, azt egymás között zsűrizik, és utána a nyertes tervek gazdái közös munkával csinálnak egy olyan tervet, amit itt meg lehet építeni. Nem annyira az Imre építészetét, inkább a közösségteremtő pedagógusi munkáját látom megvalósulni ezekben a táborokban. Amiből aztán lehet, hogy nem is lesz olyan építész, aki itt van, sőt vannak nem építészek is ezekben a táborokban. Bárki jöhet ide, és jönnek is. Csányus Lőrinc a Budapesti Műszaki Egyetemen is tanít, és én külön úgy lettem meghívva, mert már több táborban is részt vettem, és itt mint megbízott építésvezető vagyok jelen. Itt a BME-s hallgatók vettek részt ezen az egyhetes táboron. Szarvas Józsefnek van a tündérkerti kitalálása, amit a híd, illetve a sövényen túl van a dombtetőn. És tavaly is már egy tábor volt, amit fenn a dombtetőn csináltuk meg a tündérkelt csillagát. Az egyetemen van egy tantárgy, aminek az a neve, hogy szerves építészet, és a tantárgy keretén belül pályázaton vesznek részt az egyetemi hallgatók, amit Túri Attila szervez. Idén egy hidat kellett tervezniük. Kicsit ezeket a táborok azok, ami az egyetemet ki tudják egészíteni, mert szerintem az egyetemen nagyon jó, hogy mindent megtanulunk, így tankönyvből, meg ilyesmi, de nekem pont ez hiányzik, hogy lássuk is és csináljuk is. És így Túri Attilának, illetve Csernyus Lőrincnek köszönhetően én úgy érzem, hogy ezt, ha aki ezekbe a táborokba érdekelt és részt vesz, az ezeket a gyakorlati dolgokat be tudják. Hát ha nem is teljesen pótolni, de részt tudnak venni egy ilyen izgalmas héten. Jóskával régi a kapcsolatunk, de a kezdete az egy oldalú volt, mert ő érdeklődött a képeim iránt, én pedig örültem, hogyha valakinek lehet róla mesélni, sőt ő aztán, amikor módja volt, akkor képet is vásárolt tőle. Na most, amikor ő felépítette a régi pajta helyett az újat, és abban elképzelte azt, hogy ebben közösségi kultúrteret fog létrehozni, elsőként eljött hozzám, és megmutatta a fotókat, mindent, és Laci azt mondja, én azt is kiállítást is szeretnék csinálni. Hát egy kicsit én megmosolyogtam, megmondom őszintén, és egy olyan fantasztának és egy lelkes kis bohém embernek gondoltam, hogy micsoda lelkesedéssel beszél erről, de hát a kultúra az nem ilyen. Ne gondolja azt, hogy a galériának Viszák faluban majd nagy látogató közönsége lesz. De lelkesedett, és én magamat meg elszégyeltem, és arra gondoltam, hogy azért milyen ótvar dolog ez, hogy az ember a szkepticizmusával az öregkori ilyen dörzsült életismeretével gáncsoskodik. Erre azt mondtam magamban, hogy persze, hát miért ne lehetne csinálni már csak Brahiból is. Úgyhogy először én az első kiállítást ezt velem csináltam, és azt én ilyen úgynevezett Brahiból csináltam. Na most itt ragadtam. Csupa olyan művészt kértem meg itt kiállítani, akikért én tűzbe teszem a kezemet, hogy kiváló művészek, és ugyanakkor emberileg tudom róluk, hogy nem csupán anyagi érdekeltség, vagy nem csupán úgynevezett sikerorientáltság, meg ilyesmi a motivum egy kiállításnál, hanem maga az, hogy ez egy közegbe, egy koherens összefüggésbe, társművészetekkel együtt egy megfelelő tiszteletben részesül.